2011 kiváló év volt. A játékipar egyik legjobbja. Olyan játékok jelentek meg, mint a Dead Space 2, Killzone 3, Dragon Age 2, az Assassin's Creed Brotherhood, a Crysis 2, mindez az első negyed évben. A régi szép idők. Részben ez is indokolta, hogy elkészítsem ezt a Retro World anyagot, ugyanis most márciusban volt 10 éves az eredeti Bulletstorm kritikám. Visszahallgattam, és bár nem csak egyetértek sok pontban azzal, ami ott elhangzik, de így messzebbről látva azt is látom, miért nem sikerült akkor jobban értékelnem, mint azt, ami a Bulletstormot úgy egyébként egy jó játékká tette. Ez pedig az, hogy abban az időszakban egymást érték a minőségi videójátékok. Vicceltek, csak az év áprilisában olyan játékok jelentek meg, mint a Portal 2, a Limbo vagy a Mortal Kombat, amik mind a mai napig hivatkozási alapok a saját műfajukban. Szóval 2011 borzasztóan erős év volt. A nehéz súlyú alkotások éve, amiben, ha valaki cirkáló súlyú szereplőként kíván a szorítóba lépni, esélyes, hogy nem úszta meg épp bőrrel, és sajnos a Bulletstorm pont ebbe a hibába esett bele. Ráadásul az Epicnek még abban az évben ki kellett hoznia a Gears of War harmadik részét is, amiben szintén besegített a People Can Fly, ami a játékmeneti hasonlóságok ellenére egy merőben más hangulatú játék volt, mint ez. De merüljünk el egy kicsit a részletekben. Azt látni kell, hogy az Xbox 360 érában a Microsoftnak volt egy Gears of War trilógiára szóló szerződése az Epickel. És őrületes várakozás övezte a Gears of War 3-at, különösen mert a második rész, szerintem, a széria legjobb darabja, amihez végül a finálénak nem sikerült felnőnie, mondom, szerintem. De a lényeg az, hogy talán ez a várakozás is foglalkoztatta a játékosokat, hogy mi lesz a Microsoft Epic együttműködés jövője, hova tovább, mi lesz a Gears of War sorozattal a szeptemberi harmadik rész megjelenése után? A válasz nem sokat, valamivel több mint egy évet váratott magára, ugyanis a vezető designer Cliffy B. otthagyta az Epic fedélzetét, 2014-ben pedig a Microsoft megvette a Gears of War jogokat az Epictől. Ezzel pedig mindenki számára megválaszolásra került, hogy a jövőben hány Gears of War várható az Epic Games-től. Nulla! A sztoriban még van annyi színesítés, hogy egy Cliffy B-vel készült idei interjúban azt állította, hogy az Epickel való szakításának hátterében az állt, hogy felbukkant a színen egy nagy kínai vállalat, ami felvásárolta a cég 40%-át minden különösebb feltétel nélkül. Ő pedig elvesztette a kontrollt. Ez ugyanaz az akvizíció, amiről 2013 márciusában, tehát fél évvel a távozása után cikkezett például a Polygon. A szóban forgó vállalat pedig nem más volt, mint a Tencent. De visszatérve 2011-re, azt látni kell, hogy adott egy Gears of War léptékű megaprojekt, aminek az élén egyebek között Cliffy B. áll, és akinek emellett el kell látnia egy másik posztot is, a Bulletstorm designeri teendőit. És bár két játék között elég markáns átfedések vannak a pályadizájntól a karakterekig mindenhol, de valószínűleg ez sem tett túl sokat azért, hogy Mr. Brzezinski egy év múlva is az Epicnél képzelje el a jövőjét. Azt is érdemes hozzátenni, hogy 2010 után ez volt az egyetlen év, amikor a cég kapuján három játék gördült ki. A Gears of War 3, a Bulletstorm és az Infinity Blade 2, szóval ha létezett húzós időszak a vállalat életében, akkor 2011 az volt. Visszatérve, a Bulletstorm Retro World mellett két okból döntöttem. Az egyik, hogyha szétnézzük mostanra, már nem csak a történet alapú FPS-ek tűntek el, de lényegében az FPS-ek is. Mielőtt valaki nekiállna feltalálni a spanyol viaszt és bedobálni a Counter-Strike-ot, a Valorantot és a Tarkovot, jelenleg a AAA piacról beszélek. A másik pedig, hogy az Outriders után beindult a bizsergés, hogy a csapat régi címei is hasonlóan felszínesek voltak-e. Tényleg olyan felejthetőek voltak, mint ahogyan 2011-ben láttam? Vagy csak túl jó dolgunk volt és nem fülött a fogunk a rántott húshoz, a kaviár és az osztriga társaságában? Úgy döntöttem, visszaforgatom az időkerekét egészen 2011-ig, hogy ha a korszellem már egyszer kikezdte, a nosztalgia igazságot tud-e szolgáltatni egy 10 éves gyöngyszemnek, a Bulletstormnak. Valamikor a jövőben járunk, tulajdonképpen nem is igazán számít, hogy mikor, a lényeg, hogy már úgy közlekedünk űrhajóval, mint napjainkban autóval. Ebben a közegben kapunk egy legénységnyi seggfejet, akik éppen valami nyomorultat szivatnak félhibbantan, félrészegen, majd kilövik a csávót az űrbe, de az még utolsó lehelletével kicsit aláfűt nekünk. Sok minden nem történik, igazából ez még bőségesen a tutorial szakasz, vagy ha jobban tetszik a prológus. Megtudjuk, hogy egységünket valójában a bosszú vezérli egy bizonyos Sarano nevű tábornok ellen, mivel pár évvel korábban olyan küldetésre küldte csapatunkat, ahol ártatlanokkal végeztek. Minden esetre a mostani helyzet az, hogy megtámadjuk Sarano hajóját, matarészegen, minden nemű felelősségérzet nélkül. A jó hír, hogy az akció sikerül, a kevésbé jó, hogy ezt olyan áron kivitelezzük, hogy nem csak a hajónk zuhan le,
de az egyik társunk Isi elég csúnyán ráfázik, szóval az első feladatunk az lesz, hogy valahogyan össze tudjuk lapátolni, aminek a végeredménye az lesz, hogy egy ilyen félig gép, félig ember hibridet kapunk. Az új Isi nem csak ijesztően néz ki, de ráadásul elég komoly hangulat ingadozásai vannak, és amikor éppen nem az emberi önmagát halljuk, akkor vörösen ízzik a gép szeme, és a küldetése érdekében érzéketlenül elpusztítani maga körül bárkit. Köztük minket is. Egyébként ilyenkor kurva jó hangja van. I do not trust either of you, and I will not hesitate to gun down the first who betrays my confidence. Öröm az ürömben, hogy az új bolygó nem csak a hullajelölt lakosoktól hemzseg, de a változatos fegyverektől és egy viszonylag korán felmarható fényostor is jut nekünk, és innentől kezd a Bulletstorm kinyílni. A játék elsődleges vonzereje ugyanis, hogy hasznosítja a környezetet, a játékteret, a pályaelemeket, és nem fogunk szűkölni halomra ölendőkből, mert vadászni fognak ránk a bolygó lakói, az odazuhant Sarano emberei, és nem mellesleg meg kell küzdenünk a helyi élővilággal is, szóval kimondhatjuk, hogy ami csak él és mozog, azt rongyosra kell juggatni, még a kósza hirdető robotokat is tanácsos nekivágni a falnak. Nem egyszerűen megöljük a ránk rontó ellenfeleket, hanem pontokért hozzárúgjuk őket mindenhez, amit csak találunk. A kaktusznak, a leszakadt villanyvezetékeknek, a szakadékba, a vasbetonelemek kiálló fémrúdjára, stb. És ömlenek a pontok, valósággal kitakarják a képernyőt. Ez a megközelítés okoz egy olyan fajta perverz örömöt, amitől, míg például a Gears of War féle játékmenet egy idő után megfárad, amihez van akinek néhány óra elég, másnak meg mondjuk több epizód, addig a Bulletstorm annyira ötletesen teszi bazárivá és látványossá az összecsapásokat, amit más játéktól nem kapunk meg, mi több, még motivál is a taktikázásra, hiszen ha már belefáradtunk a kaktuszos műveletbe, akkor elkezdhetünk körülnézni a pályán, hogy mit lehetne még hasznosítani az újabb elismerések kioldásához. Például belerúghatnánk a szerencsétlent a húsevő növény szájába. Nézd oda, tényleg új pontokat kaptunk! Amit a felvételen láttok, az a 2017-ben kiadott Bulletstorm Full Clip Edition PC-s változata, tehát megkapta a 4K 60fps támogatást, valamint az időközben kiadott DLC-ket. És azt kell mondjam, hogy Unreal Engine 3 ide, 10 éves alapok oda, a Bulletstorm bizony még ma is szemben is piszkosul jól néz ki. Tagadhatatlanok a Gears of War behatások, a játék tempója, színvilága és a fedezékről fedezékre vonulás nem csak vázlataiban, de menet közben is déjà vu hangulatot idéznek, olyannyira, hogy szerintem sokan nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy végig a Serán voltunk. Azonban a Bulletstorm hangulata merőben más. Míg a Gears ázik a tesztoszteronban, addig a Bulletstorm inkább nevetségesen macsó. Amíg a Gearsben minden csata egy leküzdendő akadály, addig a Bulletstormban olyan, mint egy kirakós, amit akkor oldottál meg sikeresen, ha minél változatosabban tudsz végezni az ellenfeleiddel, és nem azért, mert ezt követeli meg a küldetés, hanem mert ekkor érvényesül a játékmechanika. Ennek pedig alá van rendelve minden, amit csak akartok, mint például a fizika. Ennek csak egy elhanyagolható példája, amikor becsúszunk és 10-20 métereket tudunk driftelni a seggünkön az ellenség körül, de ugyanide sorolnám a sniperünkből elszabaduló lövedék utólagos irányítását is, nehogy már az ellenfél véletlenül elhajoljon előle. A rengeteg felhalmozott kilt a pálya meghatározott csomópontjain elszórt dropkiteknél tudjuk beváltani fejlesztésekre, amik egyébként nem sokban térnek el egymástól. Egyidejűleg 3 fegyverünk lehet aktív, azaz lehet nálunk. Ezeket itt tudjuk cserélgetni. Tudjuk fejleszteni a tárkapacitást, ki tudjuk oldani a másodlagos tüzelést, illetve ennek a tárkapacitása is növelhető, valamint mindezekbe tudunk venni lőszert. Igazából talán ez az a pont, ami némileg visszaveti a Bulletstorm-os képét, mert a pontok farmolásával fejlesztett fegyverek bár jelentősen különböznek egymástól, a felhasználásukra és cserélgetésükre nem igazán ösztönöz a játék. Volt olyan fegyver, sőt több is, amit egyszer-kétszer kipróbáltam, aztán visszaváltottam a szokott kombóra. Talán a pisztoly és a penetrator volt, amit a legritkábban használtam. Ez kimondva nem tűnik soknak, de ha azt vesszük, hogy ez a fegyverek negyede, úgy már kicsit beszédesebb. Ezek amúgy nem dealbreaking hiányosságok, inkább csak szálkák az ember körme alatt, mint például a közelharci támadás kifelejtése. Pontosabban rugás az van, de értelmes fegyveres millietek nincs. Vagy hogy nincs ugrás a játékban, amit a 96-os Quake óta azért már a többségünk megszokott. Nem vészes, csak furcsa. A történet pedig egyszerűen eszméletlen. Az egy dolog, hogy a karakterek szinte tájidegen módon fantasztikusan vannak megírva, a kőagyú főhősünk Garrison Hunt világszemléletébe belekóstolni önmagában egy főnyeremény, de a pengeváltásai Isivel, vagy még inkább az időközben melléjük szegődő Triskával való kölcsönös oltogatásukhoz hasonlóval elég ritkán találkozni a játékiparban. Yeah! Go fuck yourself! You shitpaws give chase, I will kill you!
What? What does that even mean? You're gonna kill my dick? Well, I'll kill your dick! How about that, huh? Ha már Triska, kiemelném, hogy ő azon ritka esetek egyike, amikor a modellezők veszik a fáradtságot és csinos nőt alkotnak a férfi testű, nőfejű minotauruszok helyett. Tessék egy újabb példa az erős nőre, aki maszkulin közegben is kiáll magáért, nem lehet csak úgy szarozni vele, és kézbe veszi a dolgokat. Triónk vonulása éppen ezért nem csupán az akciózuhatag miatt feledhetetlen, hanem az egyes harcokat átkötő dialógusok miatt is, amik többségében szórakoztatók, csak néha veszik komolyra a figurát. Ja, és egyáltalán nem PC a játék. Döbbenetes visszarepülni abba az időbe, amikor még lehetett humorizálni. Viszont Sarano színre lépésével még ezt is sikerült elhalványítani, és egy olyan irritáló, bunkó parasztot kapunk, amihez képest hőseink még együtt is csak kis cserkészek lehetnének. Nem tudok felidézni egyetlen játékot sem, ahol sikerült ennyi kőagyú marhát egy történetbe pakolni, mindezt úgy, hogy minden fontosabb karakter szerethető maradt. Még Sarano is, akit imádtam utálni. Damn it. What was that code? I'm just dicking around. Funny good times, right? Mód felett izgalmas felfedezés, hogy 2011-ben még figyeltek az ilyesmire, hogy érzelmi kapcsolatot tudjon egy játék kialakítani veled, még ha fajék egyszerűség szintjén is. Semmilyen összetettebb gondolat nincs emögött, mint amikor szívesen néztük a Tapsi Hapsit vagy a Tom és Jerryt, de nagyjából ugyanaz a képlet és kötés ebben az esetben is működik, és ez már több, mint amire például ebben a generációban sok játék képes volt. Vicces, hogy a Bulletstormot, mondjuk itt megkövetem magam, a történetért nem okvetlenül, de a narratívájáért és a cselekményért abszolút megéri végigjátszani. A Bulletstorm egy hatalmas örjöngés, egy elmebeteg tempójú és szórakoztató akciókarnevál, amin érződik, hogy a fejlesztők egy pillanatra sem fogták vissza magukat, korának megfelelően bombasztikus látvánnyal, amint alig fogott a kor, félelmetesen jó zenével, ami megint csak áthallással működik innen-onnan. Van, amikor a Gears of War-ra emlékeztet, de van, amikor nemes egyszerűséggel, szinte félakkornyi módosításokkal, de lenyúltak betét dalokat a bolygó neve halálból. A Bulletstorm sikerének minden meg volt ágyazva. A kritikusok imádták, a játék jól sikerült, a piaci siker mégis elmaradt. Hogy ezt megértsük, fel kell lapoznunk a cég góriával készült 2018-as interjút a DualShockers-en, amikor a folytatásról kérdezgették. Ezt tömören át is adnám nektek. A Bulletstorm jövője a mi kezünkben van. Nem azt mondom, hogy ez olyasmi, ami jelenleg terítéken van, de a remastered verzió eladásai megmutatták a benne rejlő lehetőséget, és ezzel komolyan számolnunk kell a jövőben. Legyünk őszinték, az Epic Games annak idején a Gears of War otthona volt, és amikor arra gondolsz, 5-6 milliós eladásokat látsz. Ha van egy új IP-d, és abból elmegy kb. 2 millió, akkor mondhatod, hogy ez nem volt siker. Ugyanakkor 2 milliós eladás azokban az időkben valóban nem volt siker? Minden az elvárásokról szól. Arról, hogy azt várod, hogy az új IP-d olyan sikeres legyen, mint a már meglevők, és ebből a nézőpontból úgy vélem, hogy valóban nem tekinthetjük sikeresnek. Ez korrekt és igaz, de nem mondanám, hogy kudarc volt. A készítők tehát egyáltalán nem tekintenek erre az elmondásuk alapján 2 milliós eladásra kudarcként. Mondjuk ezt tényleg nehéz külső szemlélőként megállapítani, hiszen a szintén Electronic Arts gondozásban megjelent Dead Space-ből 4 hónap alatt mindössze 1 millió darabot adtak el, mégis megélt 2 folytatást. Ugyanakkor a THQ gondozásában szintén 2011-ben kiadott Homefront pedig szintén alig több mint 2 millió példányban kelt el, és arra nettó bukásként emlékszünk. Érdekes kettős mérce, és itt nyilván sok minden egyéb is képbe jön. Kiadói mozgástér, költségvetés és határidők tekintetében, hogy megértsük ez a 2 millió mikor sok, mikor kevés, de szerintem ennyire nem érdemes elveszni a részletekben. A lényeg, hogy a People Can Fly csapata a jelek szerint hisz a brandben, és nem kizárt, hogy hamarosan hallani fogunk a Bulletstorm 2-ről. Ebben a videóban igyekszem elvonatkoztatni teljesen attól a ténytől, hogy az azóta eltelt időben a People Can Fly letette az asztalra azt az Outriders-t, ami feltehetően 2021 legrosszabb játékaként fog megmaradni az emberi emlékezetben, és igyekszem nem ennek szűrőjén átlatolgatni egy lehetséges Bulletstorm 2 esélyeit és kilátásait. A magam részéről én azon az állásponton vagyok, hogy élmény volt visszahuppanni a Bulletstorm adrenalin tombolása elé. Szórakoztató, őrült, megalomán, egyszerű és
mind a mai napig működik. És az a vicc, hogyha kipróbáljátok a játékot, akkor kiderül, hogy olyan mérhetetlen kevés elég lenne ahhoz, hogy egy játék működjön. Annyira nem kell az ilyesmit túl gondolni, annyira nincs szükség se VR-ra, se ray tracingre, se semmiféle önállításra azzal kapcsolatban, hogy a játékos inger küszöben megugorhatatlan magasságban van, mert nem. Ez nem igaz. Van, hogy egy jól megalkotott halál primitív játék képes nyújtani a legtisztább szórakozást. Amíg ezt emésztitek, én köszönöm a figyelmeteket, Zoli voltam, és hamarosan újra találkozunk.